köszöntelek a csatornámon. Következő hölgyünk, hogyha kicsit megnézitek, ami legelőször föltűnik, hogy piros a magas sarkúja, és eléggé sejmesen van pirosan kikenve ajkai. Na most ebbe a pózba gyakorlatilag szeret így belenézni az ember szemébe, felhívja magára a figyelmet, és mellesleg rendkívül igényes. Mi az, amit megmutat? Kis gyakorlatilag olyan kivágása van, ami a melleit elfedi, de viszont elegáns. És ahogy megnézitek, a karkötője, ugye három kiegészítője van: karkötője, nyaklánca és fülbevalói. És ahogy látjátok, hölgyünk eléggé válogatós. Na most az a nő, aki aki egy fehéret fölmer venni így ennyire nyíltan, azért ő neki azért van egy van egyfajta határozottsága. Tehát ö, én azt mondanám, hogy úgy óvatosan kell közelíteni, és ö, ahogy látjátok, szemöldöke, meg a szemei úgy vannak kifestve, hogy ő azért eléggé Eléggé sokat ad a megjelenésre, szép arcú. Én ezt a hölgyet, én azt mondanám, kedves uraim, hogy hölgyünknek két dolog, ami tabu. Az arca és a lábai. Ez a kettő. Ö, ahogy megnézitek, körmei hogy vannak kifestve. Ilyen ez a bőrszínűnek mondanám, ez a természetes bőrszínűnek. Az biztos, hogy hölgyünk smink palettáját szereti nagyon változatosan felhordani, és ahogy látjátok, mellei, illetve dekoltázsa, meg bőrének, bő, tehát a bőrével is nagyon sokat foglalkozik a megjelenésre, és ő egy olyan típus, akinek azt mondanám, hogy mondjuk egy szórakozó helyen, általában. Ő az alfanő, és ott vannak a, a többi hölgyecske, és ő, ő hoz meg döntéseket, egy ilyen lány. Tehát van ugye a nőkben egy ilyen hihúság, minimum kettes-hármasával mennek szórakozó helyekre csapatosan, és ő az a típusú hölgy, aki akár három-négy óra hosszát is készül, amire eljut a szórakozó helyre és euh, eléggé válogatós, tehát én azt mondanám, hogy ő neki csokoládéba, csak euh, raffaello vegyetek, mert euh, ebben tükrözi a, tehát ugye egyrészt a ruhájával, meg a három kiegészítőjével, hogy mi az, amire vágyik. A másik részt ugye a piros magas sarkúja meg, hogy pirosra van kikest, vastagon az alkai, az pedig arra figyelmeztet, hogy ő igenis egy, egy nagyon fontos neki a szerelem, az érzelem, és a személyiség, tehát egy férfi legyen határozott, legyen udvarias, akkor azt is megnézi, hogy például az édesanyjával milyen a fiúnak vagy a férfinek a viszonya, hogy áll az édesanyjához. Tehát ez erről a hölgyről elég sok minden kiderül és őt elmondanám nektek, kedves szingli legények és szingli farfia, férfiak, ő az a típus, akinek az édesanyja rengeteget jelent az életibe. Tehát az ő szava akkor kikéri a véleményét az anyjától, és ő eléggé, eléggé, hát hogy is mondjam, ezek a, mondjuk ezek a szakítások nagyon megviselik hölgyünket, akkor Beszélgetni szeret, tehát ő, ő rengeteget szeret beszélgetni. Hát így, így azt mondanám, így még amit talán így elmondható róla, hogy ő biztos, hogy a tengerparti sétákat szereti, de szereti az ilyen családi pikniket, kirándulásokat. Tehát ő így a kettő között van, nem mondanám kimondottan, hogy csak ez a tengerparti nyaralások, hanem ő őt inkább egy olyan családanyának mondanám, tehát ő nem fog megerőszakolni hanem ő egy olyan nőtípus, aki, aki gyakorlatilag a szexbe is csak úgy ott van, tehát, tehát neked kell férfiként tenni vele dolgokat, tehát ő, ő nem fog téged megerőszakolni. Tehát ő megint csak azt mondanám, kedves uraim, hogy ő nem a szexről szól. Tehát lehet azt látni, hogy nő, hogy szexről szól, vagy anyaságról, meg érzelmekről. Vagy a kettő között, tehát azt is lehet azért látni nőkről. Ami még talán elmondható, hogy van benne egy egyfajta álmodozás, és szereti, hogyha amit úgy elvár, azt úgy meg is kapja. Tehát ő, ő mondjuk azért, tehát ruhatára az biztos, hogy van, és ő, hát azért eléggé, eléggé sok, sokféle dolgot szeret, tehát Mondjuk így azt mondanám, hogy ő például piába a sör, bor nem annyira, hanem mondjuk ezek a likőrök, pisztácia likőr, vagy például a Bailey's, én azt mondanám így, így amikor egy kellemes estét eljutok eljuttok addig, hogy eltöltötök vele, akkor, akkor sört, bort, ilyeneket, pálinkát ne, hanem egy pisztácia likőrt, ahol amit ő hölgyünk kellemesen érzi magát, vagy pedig egy bailiszt. Egy bailiszt. Szel kellemesen, miközben megmasszírozzátok. Meg ő az a, az a típusú nő, akit meg kell hallgatni. Tehát nem csak szövegelni kell neki, hanem meg kell hallgatni az érzéseit, ki tudja nyilatkoztatni. Fontos számára mások közelsége. Karrierlistának mondanám, ennyit szerettem volna a mai videóban, mindenki vigyázzon magára.